nagyon jött az ellenfeled, neked ott a medencében megfordult az a fejedbe, hogy ezt nem nyered ma meg? Mi reggel erre készültünk, hogy ez kemény lesz, hogy nem vagyok annyival jobb a mezőnynél. Pláne ez 25-ös, itt a fordulók nagyon sokat számítanak, amiben lehet, hogy nem én vagyok a legjobb, úgyhogy én a harcra készültem itt a végén, és ebbe megint tudtam hozni magam, úgyhogy örülök. Mi múlott ez szerinted? Mert a fordulóknál nagyon följött rád az ellenfeled. Igen, nagyon jó fordult, illetve a legjobbját úszta. Azért nem vagyok a legjobb formában, ugye az utóbbi évek alapján, hát itt a VB-n kicsit utána ki kellett pihennem a fáradalmakat, mert nagyon hosszú volt a felkészülés, és bevállaltam a világkupákat is, amit gondoltuk előre, hogy sok lesz, de azt mondtuk, hogy miért ne, és hát ez 4-0-2-t eredményezett ma. A te életedben ennek a mai győzelemnek, egy rövid pályás Európa-bajnoki címnek ma mekkora jelentősége? Én úgy gondolom, hogy 2012 óta a legrosszabb eredményen világbajnoki 6. hely volt, és próbáltam folytatni a hogy érmeket hozzak, és ma is tudjam hozni a legjobbat, ami bennem van, és ez akár ezüst, akár bronz, vagy talán ugye ez az arany, ami most sikerült. Én úgy gondolom, hogy a maxot ma kihoztam magamból, és ez a legfontosabb.